kegyelem néktek és jövőre, azaz 2017-ben ünneplik világszerte a reformáció 500. évfordulóját. Mindezek mellett a Sárospataki gyülekezet megalapításának 480. évfordulójára is készülnek a hívek. A két jeles esemény jegyében számos program várja már most a híveket és az érdeklődőket. Így például egy előadássorozat a reformációhoz kapcsolódó témaköröket dolgozza fel. Berkesi Sándor, a debreceni kántus karnagya ez alkalommal például arról szólt, hogy a reformáció miként hatott a gyülekezeti éneklésre. Mindez természetesen vetített képes előadás keretében tette, illetve több esetben éneklése is buzdította a jelenlévőket. A gyökerekről beszélnék, sőt egy pár szót az előreformátorokról. Aztán ugye a két nagy reformátorról néhány mondatos összefoglaló, Lutherről, Calvinról. És hát ahogy elindítják a gyülekezeti éneklést, mindegyik a maga módján, de valahol mégiscsak vannak közös nevezők. A Biblia központuság az, amit ilyenkor mindig nagyon sokat emlegetjük. A tiszta Biblia üzenete a szószékről is, és a gyülekezeti éneklésben is. Ez hogy jön át Magyarországra, hogy lesznek magyarországi követői, és hát ezen a történetben hogy bontakozik ki ez az új, csodálatos énekköltészet a műzene nyelvén. Tehát amikor már oratóriumok születnek, kantáták születnek, és kibomlik az igei üzenet. Az előadás sorozat első alkalommal foglalkozott például a magyar nyelv és a reformáció kölcsönhatásával. A továbbiakban pedig szintén a reformációval összefüggő kérdéskörök lesznek majd az előadások témakörei. Áprilisban most szerveződik egy előadás, ami talán 17-én lesz, és azt a címet fogja viselni, hogy a reformáció hatása a liturgiára, az istentiszteleti rendre. Szeretnénk majd a későbbiekben olyan témákat is elővenni, hogy milyen hatása volt a reformációnak, például a gazdaságra, a társadalomra. Szervezés alatt vannak ezek a programok. Szeretnénk majd kellő időben úgy közzétenni, hogy lehetőleg minél több embert elérjen a hír. Előtte azonban még március 25-én nagypénteken a 499. évforduló jegyében 499 percnyi bibliaolvasásra várják majd a gyülekezeti tagokat.